Anderle Ádám Szegeden szerezte diplomáját 1966-ban. Tanára Wittmann Tibor hatására kezdett Spanyolországgal és Latin-Amerikával foglalkozni. 1969-től tanította a középkori egyetemes történet és Latin-Amerika története tanszéken, amelynek 83-tól tanszékvezetője is volt. Külön kutatócsoportot hozott létre, majd ebből 1993-ban megalapította a hispanisztika tanszéket. Egy évvel ezelőtt hunyt el. Az általa létrehozott tanszék mai munkatársai egyfajta iránytűnek tekintik őt. Kiemelten szeretnék a magyar-hispán kapcsolatok történetéről szólni, hiszen ebben ő tényleg úttörő volt, hogy ezeket a kutatásokat elkezdte, és azt hiszem ez az a pont, amihez a tanszékünk valamennyi oktatója tud kapcsolódni, úgy irodalmi, mint nyelvészeti, történelmi, kulturális vonatkozásban. Szerteágazó kutatásai mellett széleskörű nemzetközi kapcsolatokat épített. Döntő szerepe volt abban, hogy a spanyolországi Huelva Egyetemén magyar intézet alakult 2011-ben. Ennek célja elsősorban, hogy Spanyolországban terjessze a magyar kultúrát. Azt is fontos dolgának tekinti, hogy fölhívja a figyelmet a történelmi magyar-spanyol kapcsolatokra. Az emlékülésen az intézet igazgatója idézte fel Anderle alakját és találkozásaikat. Anderle professzor úr úttörő volt ezekben a kutatásokban, amelyeket Magyarország, Spanyolország és a latin-amerikai országok kutatásával kapcsolatban végzett, és mi is példaképpen tekintettünk rá. Az ő munkássága által a közép-európai kutatásoknak is ez az egyetem jelentette a központját. Az emlékülésen Rodenas professzor mutatta be az Egy vándor hispán utakon című kötetet, amelyben emlékezéseket és Anderle Ádám témáit folytató kutatási eredményeket tettek közzé.